szeretnék gratulálni Papp Biancának az év sportolója kitüntetéshez, ami nem olyan régen lezajlott díjátadó gálán kaptál meg, illetve Petrának pedig szeretnék gratulálni a legutolsó B-kupa ezüstérem eredményéhez. A most lezárult fél év és vizsgaidőszak kapcsán volt-e bármi nehézségetek, illetve a tanulmányaitokat hogyan tudtátok összeegyeztetni ennyi sok verseny és eredményes szerepléssel? Nekem szerencsére ez egy nyugis fél év volt, csak hazai edzőtáborom volt, és versenyek nem voltak. Tehát így tök jól rá tudtam hangolódni a sulira, a vizsgákra is. Vizsgaidőszak első hetében letudtam mindent, tehát most egy nagyon hosszú szünetem volt, amikor az úszásra tudtam koncentrálni, és szerintem a későbbiekben is így fogok tenni, mert nagyon nagy könnyebbség volt így, és igazából egész fél évben tanultam egész nap és fél éjszakákat, de megérte ezért a két hónap szünetért. Nekem igazából egy érdekes élményem volt, mert az Európa-bajnokság, ami januárban Danszban lett megrendezve, ott kiutaztunk egy héttel korábban, és a hétfői napon egy online vizsgám volt. Az volt az utolsó vizsgám az egyetemen, úgyhogy sikerült végül is összeegyeztetni, mert nem verseny alatt kellett vizsgázni, de én is egész fél év alatt tanultam, így nekem is hosszabb szünetem tudott lenni most. Milyen tanácsokkal tudnád ellátni Biancát, aki ugye első fél évét zárta az AJK-n? Nekem leginkább az segített, hogyha a tanáraimmal már szeptemberben, vagy a következő félben, ugye februárban felvettem a kapcsolatot időben, és megmondtam nekik az elkövetkezendő hónapjaimban, hogy mik várhatóak. Így úgymond egy nyílt kommunikáció alakult ki a tanuló köztem és a tanáraim között, és ezt szerintem ők is értékelték, illetve nekem is könnyebbséget okozott. Neked bármi nehézséget okozott amúgy ez a fél év kezdés, tehát az egyetem megkezdése? Tehát milyen hatások értek így az első fél évet kapcsán? Volt bennem egy hatalmas bizonyítási vágy, mert mindenki le akart beszélni, hogy elkezdem ezt a jogi szakot, hiszen nem lehet úszni és tanulni, hát mit gondolok. De nekem nagyon, nagyon pozitív visszhangja, vagy nem is tudom, eredménye lett, hiszen az úszásra és meg a tanulásra is jó hatással volt mindkettő oda-vissza. És örülök, hogy belevágtam, és bebizonyítottam mindenkinek, hogy már pedig lehet sportolni és tanulni, még egy nehezebb szakot is. Az egyetemen meg teljesen pozitívan fogadtak, szerencsére nem voltak most tényleg olyan elfoglaltságaim, tehát így levelezősként nagyon jól össze tudtam egyeztetni a kettőt, és nem volt ebből gondom. A 23-as évben milyen felkészülési versenyeitek, illetve milyen bajnokságaitok, világbajnokságok, esetleg milyen kvalifikációs versenyeitek lehetnek? Nekem lesz két világkupám, most az egyik már egy hónap múlva, a második pedig a tavasz vége felé, és majd a nyár végén, augusztus első hetében világbajnokság lesz Manchesterben. Ez a fő verseny, és ez már kvalifikációs verseny a paralimpiára. Nekem két hét múlva lesz a világbajnokságom Szóban, és ez lesz a szezonunk utolsó versenye. Ezután egy kicsivel hosszabb pihenő, egy másfél hónapos pihenő, és utána nyáron pedig belekezdünk az alapozásba. És 23-ban még lesz 4 darab világkupa, de az majd csak októberben kezdődik. Ugye Bianca érintett a 2024-es párizsi paralimpia kapcsán. Tehát azt szeretném megkérdezni, hogy milyen várakozásaid vannak ezzel kapcsolatban, illetve a felkészülésed és tanulmányaidat szerinted hogyan tudod összehangolni? Még másfél év van hátra a párizsi paralimpiáig, ez ugye most a célom. Itt szeretnék címet védeni, amit ugye Tokióba értem el, megint 106-on szeretnék paralimpiai bajnok lenni. És emellett még a tanulmányaimat is szeretném folytatni. Volt egy olyan tervem, hogy passziváltatom az előtte lévő fél évet, de most arra jutottam, hogy megpróbálom, hiszen teljesen jó tapasztalataim vannak, és megpróbálom mindkettőt megcsinálni, amennyire csak tudom, és majd közben úgy is érzem, hogy melyikből kell kicsit visszamenni, kicsit cserélgetni, és akkor Párizs után meglátom, hogy hogyan tovább. Ez egy vízválasztó lesz nekem, az biztos. A 22-es téli olimpia után ugye a következő olimpiai esemény, téli olimpiai esemény az 26-ban rendeződik Milánóban. Te hogy látod, hogy most így
szinte három évvel előtte milyen felkészülési programok lesznek, és mi hogy tervezed ezt a következő három évet? Lassan vége van ugye az első szezonnak az olimpia után, ami kicsit lazábban szokott venni mindenki, hiszen az előtte lévő év az nagyon feszített tempóban zajlott. Nyáron elkezdünk egy teljes alapozást, ami idén az idei szezonból hiányzott, és utána végig folytatunk három évet kemény munkával és versenyekkel. Sokszor azt gondoltam egy vizsgaidőszak során, vagy akár a fél év alatt is, hogy úristen, ezt nem fogom tudni megcsinálni, de mindig valahogy összejött, és tényleg a kemény munkával, meg a befektetett idővel és energiával mindig kijöttem a naposabb oldalon, és sikerültek a fél évek, úgyhogy én csak azt ajánlom mindenkinek, hogy ne adja fel, mert valahogy úgy is lesz, és menni fog. Egy szorgalommal bármit el lehet érni, és nem szabad azokra hallgatni, akik azt mondják, hogy ne váljál bele, ez nehéz lesz, felesleges energia, mert szerintem szorgalommal mindent el lehet érni, és bízni kell magunkba, szerintem ez a kulcsa mindennek.